Szevasz. Szia. Miért jössz ilyen sötétben? Mert a festők leszették a foglalatot. Jó, majd megcsinálom. Tibor? Tulajdonképpen igaza van. Persze maga módján mindenkinek igaza van, még ennek a szerencsétlen vasutasnak is. Jaj, öregem. Te vagy dühöngsz, vagy mindenkinek rögtön igazat adsz. Sajnos nem tudok leszokni róla, hogy megértsem a palikat. Most minek örülsz? Hát csak örülök. Ennek a luknak? Az a röhely, hogy én is örülök. Komolyan mondom, az ember már se tudja, hogy sírjon-e vagy röhögjön. 8 hónapi munkát vágnak az egyetlen egy mondattal. Üzletek, mozi, persze város kell. Ad ide az elnyőt. És az a legfélelmetesebb, hogy én az első percről kezdve tudtam, hogy ide valami másra van szükség. És mégis 8 hónapon keresztül idétlenkedtem azon, hogy lehet egy lakást. 50 négyzetmétert jól felosztani. Miért nem tudtak hamarabb szólni? És lehet az egészet előről kezdeni. Körte van. Aztán valakinek eszébe jut, és ezt is szépen leállítják. Persze az igazság, hogy ha valaki ezt jó kitalálja, akkor ebben sok mindent meg lehet oldani. Üzletek. Öregek, srácok, a garzonokat fel a tetejére. És garzonban piszok jó lakásokat lehet csinálni, egy csomó közös helyiség. És ha valahol, akkor itt van szükség mozgatható falakra. Jöjjön meg! De ez nem is hülyeség. Hát ez már tiszta rögeszme, nem?